Sziasztok, Nyári Krisztián vagyok az Evobike-tól, és most egy nagyon érdekes e-bike-ot mutatunk be nektek, mégpedig a Reason Müllernek a Kendu modelljét, mert ő nem annyira régen értékesített kerékpár megérkezett hozzánk kötelező szervizre, ami azért nagyon jó hír, mert akkor van esélyünk bemutatni nektek. Ezt a modell szándékosan a kisebb méret és helyfoglalás jegyében fejlesztették, ugyanis itt az volt a cél, hogy az összecsukható Birdie, tehát a Reason Müllernek a csúcs összecsukható kerékpárja kapjon valami megfelelő modellt az e-bike-ok között is, ugyanis a Birdie az most már nem rendelhető hátsó agymotorral, tehát a Birdie-ből nincs elektromos rásegítésű e-bike, ezért aztán a nagy 26-os, 28-as kerekű e-bike-ok mellé szerettek majd öltöni azért valamilyen módon berakható az autónkba, hasonlóan még mondjuk a Birdie, vagy föl tudunk szállni vele a vonatra, tehát valahogy meg tudjuk oldani azt, hogy mondjuk egy liftbeszállítást, ahol nagy kerékpár nehezebben fér el, úgyhogy be tudjuk most nektek mutatni ezt a Reason Müller Kendut. Itt látható gyönyörű szép piros kerékpárt. Kapott a modell egy Novinci fokozatmentes agyváltót, ami ráadásul ennek a Harmony léptető motornak köszönhetően egy fokozatmentes és automata agyváltó. Lánchajtás ugyan, viszont olyan szépen tervezték meg a láncnak az elvezetését, hogy nem kell láncfeszítő kanál, tehát itt látszik, hogy nincs semmi lelógó, hanem mintha féljünk, hogy járda szegények nekiütjük, hanem egy plusz görgővel megoldották azt, hogy nem kell más láncfeszítő rendszer, még abban az esetben sem, hogyha jól látható, hogy egy összteleszkópos kerékpár, tehát a hátsó rugózás is meg van oldva, és ennek ellenére működik ez a láncszervezetés. Természetesen kapunk egy első teleszkópot, még az apróságokra is maradt energiájuk, hogy a váz átlépésnél van egy külön fém betét, amit ugye a cipőnkkel próbálunk dörzsölni, összekarcolni, és nem a vázfényzést tesszük tönkre, mert ez egy cserélhető elem. Amit ha leveszünk, akkor ugyanolyan szépnek, újnak tűnik a kerékpárunk. A hátsó csomag tartoz tulajdonképpen a váz része, és ebben kapott helyet a Bosch-nak ez a fiók akkumulátor, ami itt látható, vagy szinte nem is látható, olyan jobban van tervezve. Természetesen apróságokra figyeltek, hogy a csomagtartó az kompatibilis legyen a Rectime-nak a Snap-it rendszerével. Itt most látható egy jó kis Rixen & Co. táska, ami Snap-it adapteres. Bringának az első részéről is érdemes beszélni, mert hogy a kormány oszlop úgy van megtervezve, kicsit hasonlóan a Birdie-hez, hogy a magassága állítható, több pozíció van, itt látjátok. Viszont, ami nagyon érdekes, ez a csomópont, hogy a szöge is állítható. Az egy dolog, hogy az autóban szállításhoz le tudjuk hajtani a kormányoszlopot, itt a két gyors zárat kinyitva, és akkor ugye a váz síkja alá, vagy a váz síkjába belehajthatjuk a kormányt, viszont úgy van megtervezve, hogy két különböző szögben is tudjuk lokkolni, tehát lehet egy kicsit sportosabb, lehet egy kicsit komfortosabb is a kormányoszlopunknak a szöge. És ha itt elő járunk, akkor érdemes megemlíteni, hogy minőségi, normális világítás kapott, ami természetesen bele van kötve a Bosch rendszerbe, tehát elő-hátul, ugye ma már korszerűleges lámpákról beszélhetünk. Egy nagyon jó kis első teleszkóp, és hát a mai világhoz megfelelően már egy hidraulikus tárcsafék. Normális valve gumik, hát az adott is, talán kisebb kerékméret miatt előnyös, hogy ez a Big Ben van, ami ugye nagyon ballonos, tehát elég sokat csillapít maga a gumi, de hát az összteleszkópos váz felépítésnek köszönhetően nem csak a gumira hagyatkozunk a komfort érdekében. Rövidesen még mutatunk be újdonságokat, meg érdekes kerékpárokat, csak most adott egy lehetőségünket, gyorsan megmutassuk nektek. Ergo markolatok, mondanunk sem kell, tehát a fedélzet vagy a kokpit se a spórolásról szól. Bosch kijelző, klikfixes telefontok, de minden földi jó, ami kellhet a városi bringázáshoz, vagy akár egy túrához. Köszönöm szépen a figyelmeteket, Nyári Krisztián voltam az Evobike-tól. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, lájkoljátok, osszátok meg, vagy kövestek minket Facebookon, Instagramon. Köszönöm a figyelmeteket, Nyári Krisztián voltam. Sziasztok!